Így az ünnep hetében talán indokolt, érthető és természetes is, hogy minden nap, minden adásunkban van valamilyen a karácsonyhoz kapcsolódó téma. Most egy speciális szemszögből vizsgáljuk meg az ünnepet, az ajándékozás témakörét, méghozzá a kisállatok szemszögéből, mert hogy az állatotthonok, állatvédők felhívják a figyelmet mindig arra, hogy ilyenkor, vagy legalább ilyenkor ne ajándékozunk kisállatot. Több szempont miatt is, amelyeket itt próbáltunk felvázolni önöknek, hogy mi mindenre kell figyelni, hogyha kisállatot fogadunk örökbe. Ugye ez nem csak egy ajándék, nem marad örökké kiskutya, vagy a macska, vagy bármilyen állat is legyen. A szobatisztaság nem magától jön, és hát bizony a kutyák is, mint hogy minden kisállat is igényli a mindennapos törődést, amiről nem biztos az ünnepek múltával is tudnak gondoskodni a családtagok. Éppen ezért többek között a új állatotthon is azt mondja, hogy ne válasszunk ilyen ajándékot karácsonykor. Schneider Kinga vendégünk, jó reggelt kívánok, ez itt Csokolom. De miért nem? Akkor összegezzük ezeket a szempontokat, hogy mi minden miatt nem érdemes állatot ilyenkor szezonálisan csak valamilyen nagy érzelmi nekibuzdulásból vásárolni vagy ajándékozni. Az első és legfontosabb az, hogy ez mindenkinek a saját döntése kell, hogy legyen, mert ez egy elképesztő nagy felelősség, egy élő állatról, egy élő lényről gondoskodni, és hát nem két napig tart, mert hogyha mondjuk egy kölyök cica vagy kölyök kutyában gondolkodunk, akkor ez egy 15-18 évre szóló kötöttség, és ez igaz energiában, időben és anyagiakban is. Ugye fura, hogy ezt éppen egy állatotthon munkatársa mondja, akik egyébként meg egész évben azért kampányolnak, hogy jöjjünk és fogadjunk örökbe állatokat, de jól értem, itt a szezonalitással van a probléma, vagy azzal, hogy hirtelen értelmi felindulásból úgy mond, és nem kellene átgondoltan, és mondjuk az ajándékkal tulajdonképpen rá is kényszerítünk valakire valamit, amit nem biztos, hogy ő képes feldolgozni, vagy gondoskodni róla is. Az ajándékozást sosem pártoljuk, tehát, hogy ajándékba soha ne vegyünk, tehát független attól, hogy most ez karácsony, egyébként erről szoktunk húsvétkor is beszélni, hiszen akkor pont a nyusziknak van a szezonja. Tehát, hogy az ajándékozást sosem pártoljuk, mert ez tényleg mindig egy felelős döntésnek kell lenni. Nagyon fontos, hogy sokan, mi azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan jönnek, akik mondjuk idős, egyedül élő nagyszülőknek szeretnének társat, vagy a régóta szingli barátnőnek, vagy akit éppen frissen elhagytak barátunknak szeretnének társat, mert azt gondolják, hogy milyen jó lesz, hogyha majd lesz, aki vele van, lesz, akiről gondoskodjon, stb. Igen. De azért tehát nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez... Az esetek egy részében beválik, csak kérdés, hogy milyen az alany, akit nagyon ritkán válik be. Tehát az a tapasztalat, hogy elképesztően ritkán válik be. Az első öröm persze, amikor a fa alatt van, akkor az lehetséges egy pozitív töltet, de aztán utána nagyon hirtelen eljönnek a hétköznapok, amikor minden dolgot, ami a kisállattal kapcsolatban meg kell oldani, és hát amúgy ez egyébként nem csak fizikailag igényel felkészültséget, hanem ez egy lelki folyamat is mindenkinek saját magában, hogy akarom-e bővíteni a családomat, akarom-e megosztani plusz valakivel az életemet. Nagyon jó hasonlat a családbővítés, mert egy picit sokan vélnek felfedezni áthallásokat a gyerekvállalással kapcsolatban, és ha belegondolunk, ugyanolyan felelősség egy élő lényről hosszú távon gondoskodni, de gyermeket sem szezonálisan, mondjuk egy ünnephez kötődően vállaljuk, hanem tényleg azt jó néhány évtized előre tervezhetően felkészülünk rá jó esetben, és hát az a jó, nem véletlenül a gyerek örökbeadások is komoly szabályokhoz vannak kötve. Egyébként az állatok örökbeadásánál vannak-e ilyen szabályok, amik mondjuk limitálnák ezeket a fajta mellékvágányú futásokat? Hát jelen pillanatban sajnos az állatvédelemben nincs valami központi szabályozás, vagy ilyesmi, de a felelős állatvédő szervezetek az nagyjából egy platformon mozognak, tehát csak ivartalanítva adnak örökbe, vagy kölyök állat esetében szigorú ivartalanítási kötelezettséggel. Mindenféle pontos információt megadnak az állat viselkedéséről, egészségügyi állapotáról, megnézik, hogy hova kerül, sokszor helyszíni családlátogatást végeznek. Ezek nagyon-nagyon hasznos dolgok, mert nagyon sokszor ilyen érzelmi impulzusok alapján választanak a családok. Már mondta ezt az azonos platform, tehát az is jelenti, hogy valóban összefognak és egységesen lépnek föl az állatotthonok az ügyben, hogy kifejezetten tiltják legalábbis egymás között, hogy nem adnak örökbe karácsonykor állatot?
hát örökbe adunk, mert azért vagy ez... ajándékozás célja. Ajándékozás célja, mert ez fontos hangsúlyozni, hogy ez egy szuper időszak az örökbefogadásra, mert sokat vagyunk együtt, aránylag sok a szabad időnk, tehát hogy el tud indulni egy közös élet. De igen, én azt gondolom, hogy ez már amúgy is minden fronton egyre inkább jellemző, hogy az állatvédők összefognak, és valamilyen közös metódus szerint próbálnak eljárni, támogatjuk egymást ebben is, és igen, ez valóban így megy, egyre több helyen egységesen lép. Valami pozitívumot is mondjunk, ilyenkor az ünnep kapcsán azért az embereknek az érzelmi irányultsága abban is megnyilvánul már állatotthonok fel és az állatok szeretetében, hogy több adomány érkezik ilyenkor, tápokkal és egyebekkel kapcsolatban? Igen, egyértelműen megnő ilyenkor az adományozási kedv, bár sajnos idén nagyon rossz a helyzet, a megnövekedett adományozási kedv mellett is messze-messze elmarad. Kevesebb az emberek pénz és drágább a táp. Minden, így van, így van. Tehát ahogy nehezebben élnek az emberek, úgy abból kevesebbet tudnak adni. Miközben olyan problémák is vannak egyes állatotthonokról, ilyen hírek is elhangzottak, hogy energia problémáik vannak konkrétan, részben a fűtés, részben pedig a húsfagyasztás, tárolás kapcsán. Ez minden szervezetet érint. Hát ugye most már lekerült a sapka az üzemanyagról, de mi ugye első pillanatban kiestünk a kedvezményes üzemanyag alól. A legdrágább helyen vagyunk a rezsiárakban, úgyhogy gyakorlatilag nagyon-nagyon drága most már az üzemeltetése, miközben az emberek, akiktől várjuk a támogatást, vagy várhatnánk csupán a támogatást, ők meg egyre kevésbé tudnak adni. Mit tanácsolna mégis? Mi az, amire leginkább van szükség, vagy amire a legtöbbet tudnak segíteni cégek, magánszemélyek, szervezetek akár? Én azt gondolom, hogy egyébként ezekben a napokban, vagy ebben az időszakban az élelem is egy nagyon-nagyon fontos támogatás. Bezárnak az iskolák, az óvodák, sok állatvédő szervezet azoknak a konyhai maradékával letett, ilyenkor az teljesen megszűnik, tehát hogy az élelem egy mindig biztos és nagyon jó segítség, de ha körülöttünk van olyan szervezet, aki látjuk, hogy felelősen működik, akkor hívjuk fel, keressük meg és kérdezzük rá, hogy mi az, ami neki segítség. És nektek köszönjük, hogy eljött és elmondtam mindezt, és fogadják, megkérjük a nézőket is. Köszönjük, hogy ilyen fontos témával foglalkoznak. Köszönjük.